Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Pál Éva az Iszom mozgalom köztársasági elnök jelölt nője. Kezi csoklom. Jó reggelt kívánok, milyen és szeretettel érzés, köszöntöm a nézőket is. Milyen érzés köztársasági elnöknőnek lenni? Nagyon megtisztelő, az az igazság. Nekem nagyon megtisztelő volt a pártomnak a bizalma felém, hogy ezt úgymond felajánlották, és én elfogadtam, mint lehetőséget. És hát remélem, hogy... Mi az a három dolog, amit törölni kéne az életrajzából? Három dolog? Hát szerintem inkább, de nem nagyon törölnék onnan semmit, de néhány negatívumot inkább csak. Például? Hát például, amikor kommentelőknek az olvasása közben. Ó, az emberi dolog. Kommentelők azok. Hát, aki kommentel, aki kimegy a térre, az vállalja. Így van, igen. Negatívumokat akkor nem nagyon tudnék mondani így visszamenőleg, mert tulajdonképpen minden, ami eddig történt velem, az eredményezte azt, ami most vagyok. Ez világos, de az igazság kedvéért. Igen. Tudja, hogy a kormánypárti többségnek van egy remek köztársasági elnök jelöltje. Igen. Aki nyelveket tud, rátermet, nagy családja van, komoly háttere van. Milyen érzés elfogadni egy indulást, amikor van egy olyan érzés, hogy hát csodának kell történjen, hogy ő legyen a befutó? Nézze, egyrészt én bízom a csodában. Másrészt... Ez már egy pozitív dolog. Igen. A másik dolog pedig valóban, ha a realitás oldaláról nézzük, akkor valóban Novák Katalin valószínű, hogy a kétharmad ugye őt fogja megszavazni. Ehhez hozzá kell, hogy tegyem, hogy ugye a mi pártunk, az én pártom, ugye az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom is, tulajdonképpen a közvetett, illetve a közvetlen választás híve. De hát jelen pillanatban még ez nem lehetséges, és az országgyűlési képviselők választják meg ugye a köztársasági elnököt. Tehát a realitás talaján maradva ugye valóban az van, hogy ott egy kétharmados többséggel meg fogják tudni választani. Ami miatt én ezt mégis reménykeltőnek neveztem, vagy ami miatt én, hogy úgy mondjam, ezt nagyon megtiszteltetésnek éreztem, az az, hogy mi az embereket képviseljük. És a köztársasági elnöknek tulajdonképpen az a feladata, hogy egy nemzeti egységet hozzon létre, illetve egy nemzeti egységet testesítsen meg. És Novák Katalin gyakorlatilag Orbán meghosszabbított jobb keze. Tehát... Hát ön meg Szanyinak a meghosszabbított jobb keze. Én ezt azért nem mondanám teljesen. Én eléggé önálló ember vagyok azért. Valószínű, hogy ezért is esett rá a választás. Mi lehet ön, hogyha nem fut be, mint köztársasági elnök jelölt? Akkor attól még indul a választásokon? Hogyne, természetesen. Ezt a két dolgot azért teljesen külön kell választani, ezt a két szerepkört. Melyik közben indul? Én a Csepel-Soroksár országgyűlési képviselőjelöltjeként indulok. Nagyon fontosnak tartom a helyi problémákat is, de mint köztársasági elnökként viszont nem a pártprogram képviselete a feladat. Tehát most egyelőre még erre koncentrálok, hogy mi az, ami lehetne az én feladatom. Én nagyon bízom benne egyébként, hogy mi lenne a feladata, bevezetni újból a Táncdal Fesztivált például? De hát azért ennél komolyabb. Miért ez nem volt akkor komoly? De, akkor komoly volt, de most az X-faktorok mellett nem. És nézze, az igazság, hogy a köztársasági elnök jelölés a párt részéről egy alternatíva. Egy baloldali párt, amilyen az Igen Szolidaritás Magyarország mozgalom. Egy mennek baloldali pártnak. Megvan a 106 képviselője? Közeledünk hozzá, nem biztos, hogy meg lesz, de egyelőre most maradjunk még a 71-nél. De
Nekünk az volt a feladatunk igazából, hogy egy alternatívát mutassunk, illetve azt mutassuk meg az embereknek, hogy van más is. És az én jelölésem igazából egy szimbolikus jelentőségű volt a társadalomnak. Azért, hogy ha a választásról van szó, akkor lehessen választani, nem egy ember, hanem legalább kettő vagy három. Jelen pillanatban az ellenzéknél még mindig nincsen meg az a konszenzus, ami alapján ugye valakit jelölnek. Mivel magyarázza, hogy az ellenzék egy kicsit teszetosza időnként a választott miniszterelnök jelöltnek, vannak olyan megszólalásai, amik igencsak magyarázatra szorul, hol pofozza a cigányokat, hol a zsidókat, hol a fogyatékosokat, hol a kopaszokat. Na, a homoszexuálisokról ne is beszéljünk már. Gondolom, ön ezeket mind felkarolná. Mert ezek is a társadalom szerves részei. Pontosan, mi nem teszünk különbséget. És a felsoroltak nem egyenlők a pedofiliával. Igen, na most mi nem teszünk különbséget magyar és magyar között Magyarországon. Nekem, mint köztársasági elnök jelöltnek is ugye fő feladatom lenne az, hogy egységesítsem az országot. Jelen pillanatban ebben az országban egy gyűlölet politika folyik, és az, hogy mi a kérdésére válaszolva, nagyon egyszerű a történet szerintem. Itt milliárdosok vetélkednek a hatalomért. Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom viszont a dolgozókat, a 4,5 millió dolgozót képviseli. Azt akarom mondani, hogy 4,5 millió dolgozó szavazna önökre? Hát nagyon merem remélni, hogyha ha mindenki ismeri a programunkat, amely ugye 2000, tehát másfél éve, 2020 októberre óta. Mennyire van az ön pártjuk tele sértődött szocialistákkal, sértődött LMP-sekkel, kiábrándult magyar politikusokkal, akik rájöttek arra, hogy a pártjuk, amit ígér, azt nem tartja be? Hát én azt gondolom, hogy én a nagyon sok sértődött embert nem ismerek a párton belül. Viszont nagyon sok olyan embert ismerek, akik ezért a célért, amit mi kitűztünk, ugye a béremeléstől kezdve a szociális válság, a lakhatási válság, a környezeti válságért hajlandók nagyon sokat dolgozni. Éva, most valami nagyon intimet fogok kérdezni, azért hívtam Évának is, nem köztársaság elnök jelölt asszonynak. Mit fognak mondani Szanyi kapitánnyal együtt az embereknek, amikor ki fog derülni, hogy no, talán sikerült átlépni a küszöböt. Értük dolgozunk. Mi értük vagyunk. Ezt fogjuk mondani, és ezt fogjuk tenni. Ez nem egy pofára esés, hogy csak ennyien jutnak be? Ne, egyáltalán nem egy pofára esés, azért nem, mert gyakorlatilag az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom egy kis párt még. Nekünk az elsődleges és reális célunk az, hogy a parlamentbe bejussunk. De most azért, már legalább mérik önöket. Hát igen, eddig is mérték, csak én szerintem nem nagyon mondták. Milyen tervei vannak, akár mint köztársasági elnök jelöltnek, akár mint mezei képviselőnek, hogy kihasználja ezt a pár hetet, ami még van, ezt a közel 70 napot ahhoz, hogy valamit letegyenek az asztalra. Mit nem mondtak még el? Hol nem voltak még? Sok helyen nem voltunk még sajnos. Az emberek... Mert gondolom, hogy önök nem hazudnak. Önök tudják, hogy a csirkefarhát idáig is 5%-os volt. Tehát minden például az élelmiszer stopba 5%-os áfája volt, és aki nem szavazta ezeket meg, az Dafke, a baloldali ellenzéki jelöltek. Na most, hogy ez az árstopra gondol, ugye? Igen. Ez az árstoppal igazából nem nagyon értünk egyet, pontosan azért nem, mert ahol az egyik oldalon a kereskedőket megszorítják, megfogják a másik oldalon, ugye ezt be fogják hozni, hogy így mondjam. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy ez 3 hónapig érvényes csak. Lehet, hogy és tovább is érvényes. Hát inkább mi egy állami ár képzésben gondolkodnánk a későbbiek folyamán, ami tartós, és nem csak, mit tudom én, 6 ilyen kiemelt élelmiszerre. 7. Hát igen, bocsánat. 7 kiemelt élelmiszerre, hanem jóval nagyobb palettán gondolkodva, amire minden nap szükségünk van. Önök sokszor beszélnek arról, hogy a nők szerepe a politikába. Akarnak a magyar nők részt venni a magyar politikába? Mi a véleménye azok után, hogy nap mint nap toboroznak politikusokat?
Én azt gondolom, hogy a nők több szempontból jobban beleéreznek dolgokba. Tehát én azt hiszem, hogy tudunk olyan példát mondani államfőként is, aki nőként ugye nagyon jó és nagyon az emberek érdekében cselekszik, az emberek érdekében hoz törvényeket. Tehát nem csak egy kisebb réteget szolgál, hanem az egész országát. És ez nagyon-nagyon szimpatikussá teszi számomra is. Az ellenzéki tábor képviselői mennyire elfogadhatók önöknek? Az, hogy koalícióra nem lépnek önökkel, az a napnál világosabb. De van-e köztük olyan, aki tulajdonképpen azért megfelelne az önök világnézetének? Nézze, szemelvények vannak. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a pártunk volt az első. Szinte mindenben. Hiszen az első volt, aki kitette a programját. Az első volt, akinek dr. Szanyi Tibor lett a miniszterelnök jelöltje. Elsőként ajánlott fel alternatívaként köztársasági elnök jelöltet mondjuk a személyemben, és elsőként vetette fel a bérkérdést is. Tehát, hogy a 250 ezer forintos minimálbérről beszélek, és a 150 ezeres nyugdíjról, az 50 ezeres családi pótlékról. Elnök asszony, van még hátra 3 percünk. Igen. Most jön a Gordiusz a csomó, amit meg kell oldanunk. Na. Megtörténnek a választások. Igen. Orbán Viktor fölhívja a telefonon, és azt mondja, hogy gyerekek, akartok-e minket táborról, kívülről támogatni, biztonsági hálót adni nekünk? És ezért cserébe nagyon sok téziseteket befogadjuk. Nézze, a pártunknak az a véleménye, hogy mindenki, aki el tudja fogadni, tehát bárki, aki el tudja fogadni a mi alaptéziseinket, tehát amiért mi harcolunk. Azt majdnem mind elfogadta már Orbán Tibor. Hát nem fogadta el. Lett minimálbér, lett... De nem fogadta el, bocsánat, elnézést, hogy a szavába vágok, de mi 250 ezer nettóról beszéltünk, ő pedig 200 ezer bruttóról beszél, ami 130 ezer. Ugyan már egy külső támogatásért, egy háromnegyedes többségért az nem pénz. Hát nem tudom, valakinek ez is nagyon nagy pénz, meg akinek mondjuk 70 ezer forint nyugdíja van, annak a 150 ezer forintos minimál nyugdíj nagyon sokat fog számítani. Kérdés, hogy a költségvetés elbírja ezt? Hogy ne bírná el? A költségvetés gyakorlatilag itt az elosztási rendszerről van szó, és a mi pártunk az egyetlen. A kérdés a következő volt, megismétlem. Megtörténnek a változás, igen, a választások. Orbán Viktor telefonál, oda hívja önt és Szanyi Tibort egy kávéra, és azt mondja, gyerekek, a kéréseitek közel 85%-át el tudom fogadni, tudtok-e nekem egy biztonsági hálót adni kívülről? Természetesen minden, ami a dolgozó népet illeti, azokkal majdnem mind egyetértek, mert nekem úgy tűnik, hogy nagyon sok mindenben egyetért, kis korrekciókkal. Ha én köztársasági elnökként kapnám ezt a kérdést, ugye, mert ez egészen más, két dolog történik. Igen. Ugye, hogy hát én... köztársasági elnökként nem fogja kapni a kérdést. Köszönöm szépen. Én bízom ez benne, volt a hogy... válasz. Én bízom benne, hogy köztársasági elnököt ők már kiválasztották maguknak, és ha tehetik, akkor ki fogják használni a háromnegyedüket? Hát most még valószínű meg tudják ezt tenni ugye a kétharmados többséggel. Ez nem a népnek osztottak ebben lapot, hogy így mondjak. Szóval elgondolkodnak rajta? Én nem tudom egészen pontosan, én mint köztársasági elnökként egész mást gondolnék a dologról, ahogy az előbb elmondtam. Valószínű, hogy megfontolás tárgyát képezné, hiszen egy köztársasági elnöknek is, és a pártunknak is az a célja, hogy az legyen, amit az emberek érdekeit szolgálja. Teljesen, ilyen értelemben szinte teljesen mindegy, hogy ki az, aki. Nyilván kormányváltást szeretnénk mi is. Ebben vagyunk igazán érdekeltek, mint baloldali párt. De hogyha nem megy a realitások talaján, és csak az 5%-ig jutunk el, akkor egy nagyon erős baloldali frakcióval igencsak bele fogunk szólni, remélhetőleg az emberek érdekében. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Pál Évát, az ISZOM köztársasági elnök jelöltjét látták és hallották.
akinek én sok sikert kívántam, de mi már beszéltünk a következő lépésről is, hogy mi lenne, ha ez nem sikerülne. Mindenre kellőképpen választ kaptam, minden esetre szurkolunk önnek, és mielőbb szeretnénk viszont látni. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is nagyon köszönöm a meghívást. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Következő vendégünk Kocsis András Sándor, könyvkiadó. Tartsanak velünk!